Akkor még egyszer jó reggelt kívánok mindenkinek, és megkezdjük ezt a hosszabb túrát. Előre jelzem, hogy a videó hosszabb lesz, úgyhogy mobil nettel rendelkezők, azok halasszák későbbre wifi eléréséig. A csarnok az nagyjából így néz ki, majd mindjárt körbenézünk, és megláthatjátok, hogy körülbelül ez az épület, nyilván ez a komplexum azért több csarnokból áll, de a jelenlegi kiállítás az ebben az egy csarnokban kapott helyet, úgyhogy ez ennyi, de én azt gondolom, hogy valóban ebből az ágazatból, illetve a veszélyes árukkal kapcsolatban jelenleg többet nem lehet megmutatni. Igazából ez jobbára szakértőkről szól, jogszabályokról szól, úgyhogy nem tudunk többet megmutatni ebből. Amennyire látható már itt az első standoknál is, itt a rakományokkal kapcsolatban, illetve árumozgatással kapcsolatban, ugye gépek gyártó, illetve árumozgató gépek gyártói jelentek meg, és természetesen ők is érdekeltek abban, hogy itt megjelenjenek és képviseltessék magukat. De induljunk el akkor szép sorban, hogy ne legyen túl hosszú ez a videó, mert szívbajt kapnak azok, akik mégis mobil nettel fogják megnézni. Úgyhogy elindulunk, megyünk egy kört, aztán megyünk a sorok között, és utána megnézzük Molnár Gábor kamionját, mert akármennyire is állítja, hogy nem az ő autója, biztos, hogy az övé, mert az IRPAP-ban megtaláltam, ott tölti a 45 óráját. Úgyhogy jelzem a családnak és a munkáltatóknak is, hogy itt van. Bocs Gábor, na nézzük az első standot. Igazából, amint mondottam, nem fogtok olyan túl sok újdonságot látni. Nagyon sok helyen a bárcákkal, a bárcák gyártásával és a bárcák eladásával foglalkoznak, illetve természetesen a csomagoló anyagokkal, illetve az UN minősített csomagoló anyagokkal, és ezen a területen nagyon sok gyártó képviselteti magát, és amennyire látjátok itt is, itt már a maga csomagolás és annak rögzítése is, ott egy pántot láttok, pántolót láttok, tehát illetve egy automata csomagoló rendszert, fóliázó rendszert, és természetesen ott a háttérben különböző címkéket. Tehát nagyon sokan erről a területről képviseltetik magukat, de természetesen vannak itt egy picit izgalmasabb témák is, hogyha átsétálunk a következő pulthoz, akkor láthatjátok, hogy itt már különböző csöveket látunk, illetve különböző rögzítéseket a csövek végein. Ezek már inkább a tartányról szólnak, és természetesen a gyártó képviselteti magát. Gyorsan nézünk egy pár. Még a joystickot meg kell szoknom, hogy megfelelően mozgassam a kamerát, elnézést kérek. Egy kicsit a fények bezavarnak, talán így most már jobb a minősége. És kommentbe várom, folyamatosan kérdéseket fogok föltenni. Kommentbe várom a kötések megnevezéseit, ezek milyen rögzítések. Természetesen szakértőktől, illetve az aktuálisan ezzel dolgozó gépkocsi vezetőktől is várjuk a válaszokat. Átnézünk még egyszer ide, ez a másik oldal. És itt is láthatjuk ezeket a rögzítési rendszereket. Ha megnézzük, ezeket is. És természetesen a hozzátartozó mérőműszereket is. Ez már egy speciálisabb téma, de ha megfordulunk, akkor a rakomány rögzítés világában találjuk magunkat, ami jobbára itt a spanifereket, racsnikat, ki hogy hívja, straps, teljesen mindegy, arról szól, és itt is a gyártó természetesen rakomány rögzítés témában képviselteti magát. Elég színes stand. Aztán ezen a végén a kiállításnak, nagyon gyorsan elértünk az egyik végére, ahogy látjátok, itt
már elkezdődik különböző tanácsadó cégek, illetve természetesen továbbra is találkozunk bárca, illetve bárca gyártó cégekkel, de itt már elkezdődik egy-két tanácsadó cégnek is a munkássága. Ezen a soron foglal helyet az Európai Egyesület standja is, de itt, amennyire látjátok a falakon, már a különböző jelölések és a különböző jogszabályokkal találkozhattok. Tovább sétálunk. Elindulunk a másik sarokba. Innen is látjátok, hogy nem olyan nagy, természetesen újfent különböző csomagoló anyagokkal találkozhatunk, illetve a különböző veszélyes áruk tárolására szolgáló, itt jelenleg üvegekkel. Úgyhogy ne is kérdézzétek, hogy mi micsoda, mert óriási a választék. Ez azoknak a cégeknek lehet érdekes, aki például a mi egyesületünkben van is, mi egyesületünkben is van egy kolléga Írországból, aki egy elég nagy cégnek dolgozik, ők hulladékok kezelésével foglalkoznak, illetve hát a hulladékot szállítják el, a farmakon keletkező különböző hulladékokat szállítják el megsemmisítésre, és illetve hát amennyire lehet kezelik őket, és megfelelően kezelik, mert hát a farmerek nyilván nem tudják, mit hogy kell, és ezért az ő érdekeltségébe tartozik például, hogy itt legyen, és esetleg a különböző csomagoló anyagokat és különböző bárcákat vizsgáljon, illetve azoknak a beszerzési lehetőségeit, illetve árait. Itt is ezt a képviseletet láthatjuk, rengeteg bárcával. Úgyhogy az ő számára az nagyon fontos, az egyik ilyen példa, náluk az aeroszolokkal volt gond, a hulladék aeroszolok a kezelésével, és most talált egy talán megfelelő csomagolást rá, de majd hát, ha megtaláljuk. Itt láthatjátok az Európai Egyesület pultját és Zsuzsát, ahogy éppen dolgozik, illetve a háttérben Mariát, aki a jelenleg az egyesületünk, az egyesület elnöke, az Európai Egyesület a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadók Európai Egyesületének az elnöke, hogy a teljes titulust elmondjam, és itt képviselteti magát az Európai Egyesület, aminek a board meetingjét ide szervezték, úgyhogy Molnár Gábor továbbra is keressük, eltűnt. Na nézzük tovább, itt is amennyire látjátok, különböző. Itt például egy IBC van elég komolyan megsérülve. Úgyhogy megint visszajutottunk a különböző csomagolóanyaghoz, illetve ahhoz most meg tudom mutatni, hogy mit jelent a két, az ADR önmagában, egy ilyen könyvvastagságot meg tudunk nézni, hogy nagyjából, hogy néz ki, de ez szerintem nem is az ADR maga, hanem mivel németül van, fogalmam sincs, de egy igazán szép jelképe annak, hogy mennyire összetett maga az ADR. Hát itt egy újabb stand, amit látjátok tele címkézve, különböző bárcákkal, illetve nagy bárcákkal, és egyébként a csomagoló anyagok, csak megmutatom még egyszer a vicces részét, a különböző csomagoló anyaggyártó milyen ötletekkel álltak elő, hogy a cukorkát is igazából ilyen dobozokba rakják. Üdvözle! Hi Maria! Say hello to my Facebook group! Hello! See you later! És innentől kezdve megy a reklám. És megyünk tovább. Amennyire látjátok, elérkezünk a másik sorokba. Itt már különböző kiadványok vannak.
Azt hiszem, ha jól emlékszem, a Péter vásárolt is valamit, de ezek is többnyire németül vannak, ami hát az én látókörömből kiesik, úgyhogy nem tudok vele mit kezdeni, de esetleg a szakértőknek, hogyha megpróbálunk körbe mutatni, lehet, hogy érdekes lehet valami, főleg azok, akik németül perfect beszélnek, mert nagyon sok és hasznosnak látszó kiadványt látok itt, tehát akár konténerekkel kapcsolatban, vagy akár itt a tartályokkal kapcsolatban is, hogyha megnézitek, illetve hogyha tovább megyünk, akkor itt például a Riddel kapcsolatban is különböző könyveket lehet látni. Jó, oké. Úgyhogy esetleg a németül beszélő kollégák azok, akik nagyon sok hasznos dokumentum lehet. Szerintem a németek ebben nagyon jók, elég jó ilyen guide-okat készítenek, elég jó ilyen, ahogy a kávézó, igen. Lassan jövünk, mert ma még nem ittunk egy kávét se. De elindulunk most ezen a végen, és semmi újdonságot nem fogunk látni, mert újfent csomagoló anyagokat és bárcákat fogunk látni. Tehát nagyon sok, ahogy mondottam, nagyon sok kiállító erről a területről van. Nézzünk meg akkor egy ilyen UN minősített csomagolást. 9-es. Igen, most az egyik nagyon forró téma a lítium akkumulátorok, amit láthatunk. Ezzel kapcsolatban egyébként várunk itt több előadást is, illetve